kezemben tartott 1902-ben megtalált bronzkard a múzeum gyűjteményében található legjobb állapotban megmaradt bronzfegyver. Ezek a fegyverek a bronzkori elitnek a legfőbb presztízs mutató tárgyai voltak, főként mivel ebben az időszakban találták fel őket. Nagyjából időszámításunk előtt 1600-1700 környékén a Felső-Tisza-vidéki fémműves központ területén gyártották a legelső ilyen típusú kardokat, és onnan terjedt el egész Európában. Tudjuk anyagvizsgálatokból, technológiai vizsgálatokból, hogy ezekben a Felső-Tisza-vidéki műhelyekben készült kardok jutottak el közvetlenül mai Németország, illetve Skandinávia területéig, amelyeket ezeken a területeken másolni kezdtek, majd ebből alakult ki az európai típusú vágókardok. Ez a példány a felfedezéstől számítva már kb. 300 évvel fiatalabb, de még mindig gyönyörűen látszanak a vágókardoknak a jellegzetességei, az enyhén levél alakú penge, amely miatt a pengének a kardnak a súlypontja a középső vagy az első harmadban van, hogy a vágást könnyebbé tegye. Ezek a kardok, mint már említettem, nagyon magas presztízst jelentettek a tulajdonosuknak. Ez a presztízs egy új típusú elitet is jelent, mely még a korábbi időszak elitjei főként gazdagságával próbált kitűnni a köznépből. Ez a később bronzkori elit már a fegyvereivel, és ennek az elitnek a legcsúcsán álltak a karddal rendelkezők, mert egy-egy kard elkészítéséhez szükséges fémmennyiség, illetve mesterségbeli tudás csak a legmagasabb rangokat viselő, leggazdagabb emberek számára volt elérhető. Ezért ezek a kardok mindig gazdagon díszítettek, és igen magas mesterségbeli tudást mutatnak. Ezeknek is a legmagasabb presztízst jelentő típusa az úgynevezett tömörmarkolatos kardok, mint például ez is. Ezeknél egyrészt még több fém nyersanyag kellett az elkészítéséhez, mint egy egyszerű kardpengéhez. Másrészt sokkal nagyobb lehetőségeket biztosított a kardnak a díszítésére. Természetesen nem csak ezek a tömörmarkolatos kardok léteznek. Az egyszerűbb kard típusok esetében a kardnak a pengéjén túl a markolatnak csak a középső merevítő része van bronzból kiöntve, és ehhez szegecsekkel, fából készült markolatot készítettek. Ezeknek a presztízse alacsonyabb volt, de még mindig elitnek a leggazdagabb tagjai engedhették meg maguknak. A kardoknak több típusa is volt már ebben az időszakban is. A tömör, illetve markolatos, illetve a markolatnyújtványos kardokon kívül a kardnak a mérete alapján is, mint például ez a darab egy törkard, egy jóval kisebb méretű darab, illetve díszítés és a penge kialakítás alapján is sok különböző típust használnak a bronzkor időszakában. Attól függetlenül, hogy ezek a bronzkori kardok a presztízst is mutatták, emellett valódi harcban használt fegyverek is voltak. Ezt mutatják a pengéken található kisebb csorbulások, amelyek a harci sérülésekként értelmezhetőek, illetve a sokszoros újraélezéseknek a nyomai, illetve a markolaton található apró lyuk, amelyen egy bőrszalagot fűztek keresztül. Ezzel a bőrszalaggal rögzítette a harcos a csuklójához, hogy ne tudják a kezéből kiütni a kardot. Ezek a kardok, mivel ennyire értékesek és ennyire magas presztízst jelentettek, igen ritkák. Sajnálatosan a múzeumnak a gyűjteményében összesen 7 darab kard került be. Ezek közül 3 a II. Világháború során eltűnt.
jelenleg összesen 4 kardunk van, ezek mind megtekinthetőek a múzeum állandó kiállításában.